Az utánpótlást nevelő NKK-nál 16 év a felső korhatár, utána máshol folytatják a legtehetségesebb fiatalok. A cél az, hogy minél képzettebb játékosokat adjanak át a fogadó akadémiák vagy egyesületek számára. Az elmúlt években több fiatal kosaras került be a válogatott keretekbe is, és hogy ez a jövőben is így legyen, némileg átalakították a legmagasabb korosztály képzését a klubnál. Ebben a tanévben egy új koncepciót találtunk ki. Elsődlegesen azért van erre szükség, a két év Covid után azt vettük észre, hogy vannak olyan gyerekek, akik nagyon komolyan terveznek a kosárlabdában, és ambíciózusok. Sajnos voltak olyan gyerekek, akik abba hagyták, lemorzsolódtak, illetve vannak olyan gyerekek, akik középiskolában érve úgy gondolkoztak, hogy ők szeretnének csak egészségmegőrzés, illetve a játék szeretete miatt kevesebb edzésen részt venni, mindösszesen heti 3 edzésen. Mi kitaláltuk azt, hogy mind az U16-os, mind az U14-es csapatban azokat a gyerekeket, akik vállalják, hogy heti 4-5 edzésen itt vannak, őket az A csapatban versenyeztetjük, külön az U16-osokat, külön az U14-eseket, és a B csapatban szereplő játékosoknak is a regionális serdülő bajnokságban adunk versenyzési lehetőséget. Az U16-os együttes két selejtező körön túljutva felkerült az országos főtáblára, ahol egy 8 csapatos csoportban igyekszik a legjobban szerepelni. Mi az eredményeink alapján a D csoportba kerültünk besorolásra. Amit tudni kell, hogy itt az ország legjobb 32 csapata szerepel, és nagyon sok olyan ellenfelünk van, akik az akadémiáknak, vagy kiemelt akadémiáknak, úgymond a B csapatuk, az egy évvel fiatalabb játékosokból álló tehetséges ügyes csapata. Például a Honvédnak a B csapata is a mi csoportunkban van, a Debrecennek a B csapata, illetve a MAFC-nak a B csapata is ebben a 8-tár csapatban található. Az első fordulóban az Újpest-Megyeri Tigrisek ellen magabiztos 40 pont fölötti győzelmet arattunk. Második mérkőzésen már az előbb említett Honvéd B látogatott hozzánk. Végig kiegyenlített szoros mérkőzésen 6 pontos vereséget szenvedtünk. Azt követően játszottunk újabb két mérkőzést, és a legutolsó hazai mérkőzésünkön, amikor játszottunk a Kislenke Kosárlabda Akadémia ellen, akkor pedig 11 pontos győzelmünk volt, tehát így 2 győzelem és 2 vereséggel állunk jelen pillanatban a bajnokságban. Az U14-es együttes hajszállal maradt le a főtábláról, de a régiós bajnokságból indulva még odaérhet a legjobbak közé. Az U14-es együttes is nagyon jól szerepelt a selejtező sorozatban. Hajszállal sikerült nekik csak lecsúszni úgymond attól a lehetőségtől, hogy közvetlenül egyből a főtáblára kerüljenek. De az U14-es bajnokságnak más a lebonyolítása, mint az U16-osnak. Nem bánkódtunk azon, hogy lecsúsztunk ide az északi régió küzdelmeiben, hisz itt az alsóházban, hogyha az első két csapat közé bejutunk a kijelölt csapattal, akikkel egy csoportba vagyunk, akkor szintén januárban már a 32-es főtáblára jut a serdülő csapatunk is. Mint Ferenci Tamás elmondta, az U16-os csapat szeretne a legjobb 4 között végezni csoportjában. A Vestség torna termében edzések nem maradnak el, az edzési időpontok módosításával igyekeznek kezelni az energiaárak emelkedése miatt előállt helyzetet.